Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Ebben a videóban egy nagyon finom szuflét fogok készíteni cukormentesen. Ha tetszik, kérlek lájkold majd a végén. Ha a többi receptemre is kíváncsi vagy, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm szépen! Három tojást szétválasztottam, a sárgájához hozzáadtam egy pici sót, egy evőkanál cukornak megfelelő édesítőszert, és 20 g lisztet. Én most teljes kiölési tönkölybúza lisztet használtam, de zappehely liszt is tökéletes helyette. Majd az egészet összekevertem. Apránként hozzáadagoltam 180 g meleg tejet. Elektromos habverővel is keverhetjük, hogy ne legyenek benne lisztcsomók. Majd az egészet egy sűrű pudinggá főztem. Amikor elkészült, beleöntöttem egy kis edénybe, fóliával lefettem, és teljesen hagytam kihűlni. A három tojás fehérjéhez hozzáadtam 35 g cukornak megfelelő édesítőszert, és együtt vertem fel őket kemény habbá. Amikor a puding teljesen kihűlt, habverővel azt is kihabosítottam egy kicsit. Majd óvatosan hozzákevertem a felvert tojásfehérje habot. Két kis sütőformát kikentem vajjal, és beleadagoltam a masszát. Fokra előmelegített sütőbe helyeztem őket, és 13-15 perc alatt készesütöttem. A lisztben lévő rost egy kicsit lehúzza a süteményt, kihűlés után vissza fog esni. De nagyon jó állagú, a közepe lágyan remegős, pont ahogy lennie kell. A tetejét darált kókuszreszelékkel szórtam meg. Remélem, neked is tetszik ez a sütemény, és kedvet kaptál az elkészítéséhez. Köszönöm, hogy megnézted a videót, szép napot kívánok!